ez a két szó, hogy lelkesítés és önbizalom, mert ez a szuper csapat megmutatja nekünk, hogy hogyan tudjuk kiaknázni magunkból a bennünk élő igazi divát, a nőt, az istennőt, és hogy megmerjük magunkat mutatni. És a Lafen csapat három főből áll. Itt van nekünk egy halálzsírni fotósunk, aki a százszor szép fotó képviseletében van itt velünk. Aztán itt van velünk Varga Dori, aki make-up artist, Varga Dori make-up artist, ő sminkes. És itt van velünk dr. Pazsa Kornélia, aki stílus tanácsadó, meg még egy csomó mindent csinál, de majd ő el fogja mondani, és akkor át is adom a lányoknak a szót, és ők majd gyakorlatban is megmutatják nekünk, hogy hogyan tudjuk kihozni magunkból a csábító istennőt. Magamhoz is ragadom a mikrofont, üdvözlök minden résztvevőt, és szeretném három mondatba bemutatni magunkat. Ugye már megtette Kriszti, de hogy még kicsit bőlére eleszve, kezdem akkor magammal. Dr. Pazsa Kornélia vagyok, hát én is akkor mondhatom magamról, hogy jogász közgazdász az előző életemben, és akkor 4 éve egy új nyílt előttem, megalkottam a Stella egy új gardróbja brendet, illetve lakásbutikot nyitottam itt Szolnokon, amit kibővítettem, és most már webshopom is van, illetve amit még magamról így elmondanék, hogy nekem nagyon nagy változást hozott az életemben, és ezért nem tartom magam idézőjelben csak egy butikosnak, az pedig amikor elvégeztem a szín és stílus tanácsadó tanfolyamot, nekem ez úgymond felnyitotta a harmadik szemem, azóta teljesen a színekben élek, és én ezt a vonalat képviselem az átváltoztatunk fotózásokon, ahol egyébként én adom a hölgyekre az outfiteket, illetve én válogatom ki, hogy milyen színek és fazonok állnak jól. Át is adom akkor a szót a fotósunknak, Ildikónak, és akkor ő is mond magáról egy kicsit bővebb bemutatkozás. Köszönöm szépen, Valentin Ildikó vagyok, és fényképész, én semmilyen más szakterülettel nem rendelkezem, a fényképészeten belül, amit csak lehet, szívesen vállalok és a magaménak tudom. Tehát én már középiskola elvégzése után is a fotográfia felé fordultam, és tudni kell, hogy 13 évek Budapesten éltem, eredet a szolnoki szülöttként fölköltöztem a fővárosba, és ott kezdtem a százszor szép fotóval valóban a pályafutást, családfotózásokkal, gyermekfotózásokkal elsősorban, tehát portréábrázolás. Viszont ugye a családhoz és a gyermekhöz közben tartozik egy édesanyja és egy anyuka, illetve egy nagymama, illetve kiegészült egy idő után már az esküvői fotózásokkal és a tevékenységi kör, tehát belépett gyakorlatilag a látómezőbe a nő. És ott tapasztaltam meg én elsősorban Budapesten azt, hogy van igényigenés a nőknek az önálló pont és sorozatra, nem csak egy-egy fék erejéig, hanem hosszabban is, több energiát és több dolgot belefektetve, és igazából időben oda datálható az egész történet átfordulása, amikor én visszaköltöztem Szolnokra, és első között találkoztam Nellyvel, aki a webshop fotózásokra kért fel engem, viszont ezt követően gyakorlatilag pár hónap forgása alatt mi összeadtuk az erőinket, meg a tapasztalatainkat, és elhatároztuk, hogy akkor nem csak fotósként, meg nem csak öltöztetőként és stílus tanácsadóként, hanem az egészet elmegyúrva már a fennként megyünk tovább, és úgy próbálunk fotózásokat egy pici átváltoztatással, egy pici önbizalom növeléssel létrehozni, hogy sok-sok az egyre a funkciókat szolgáljon. Úgyhogy megmaradtam a családfotósként is, de most már törekszem arra, hogy az édesanyák, a nagymamám és a felnőtt korhölgyek is olyan szerepet kapjanak a fotóimon, bennem is jött a gyerkőcök. És akkor a harmadik tagom pedig, aki ugye ennek szerves része, a sminkesünk, a make-upok készítője, ő Dóri, egy picit nem is meg. Köszönöm, üdvözlök mindenkit, Varga vagyok. Hát eredeti szakmának tekintve szintén közgazdász, de már azért elég kicsi korom óta éreztem, hogy azért egy kicsit ez a kreatívabb szépségvonal is elég erősen annak szerepet játszott az életemben. Édesanyám is egy bizonyos szakaszig az életében sminkesként dolgozott, úgyhogy én abban nőttem fel, hogy jöttek a hölgyek hozzánk, és készültek az esküvőre, és anyukám sminkelte. Valószínű, hogy így vénásan akkor kaphattam meg ezt a vonalat, és a főiskola után vissza is tértem erre. Budapesten végeztem egy sminkakadémián. Először ugye le kellett tenni a sminkes alapképzés,
kérdésekkel, akik elkezdik mondani, elkezdik nekem kijelenteni a szívüket. Több fő problémát is fel tudnék sorolni, például nem sminkelnek. Szoktam kérdezgetni, hogy miért nem sminkelnek, milyen megmozgok a leges-leges-leg többször azt mondják, hogy a férjeik, párjaik nem szeretik. Nem szeretik, hogyha sminkben vannak, mert hogy nézzel ki, akkor van, hogy nincs idő reggel, ugye ez a második leggyakoribb probléma, hogy nincs idő reggel, hogy tudnák ők azt elérni, hogy 5-10 perc alatt egy olyan sminket, amit most még szépen fél óra, egy óra alatt rájuk varázsolok, azt ők hogy tudnák elérni reggel 10 perc alatt, hiszen a gyárkőc, a reggeli, a készíteni az iskola, bármi munkba elaludtam. Úgyhogy jöttek sorba, milyen terméket használjak. Nincs olyan termék, ott hagyom a boltba, nem is vagyok kíváncsi, elhiszem, nekem is nagyon nehéz. Ő mindig azt mondja, hogy mindig a jót, a legjobbat. Egyébként nem kell mindig professzionális termékeket használni, mert hogy vannak olyan jó kis drogériás termékek, ezeket is el szoktuk mondani workshopokon, vagy kis eseményeinken, hogy nem kellene drágában, de segítünk, hogy még válasszunk ki egy pár terméket. Illetve még problémaként az arcápolás, és a megszokatlanulás nagyon jó, hogy ezen gondolkodnak, hogy már maga magjától indulnak ki, hogy nem tudom megfelelően az arcápolást, hogy elinduljon ki, ha esetleg kozmetikus, hogy nem igen járó otthon szeretné megoldani, és a szép smink alapja az nyilván egy szép ápolt, és ebben is nyújtunk segítséget, hogy szoktunk beszélgetni. És hát mindegyik életében jönnek ilyenkor a kérdések a saját szakmában, hogy akkor az öltözködésben milyen problémák szoktak, de ezt Nadia mondja. Hát erről én is szerintem heteket tudnék mesélni, de szerintem mind is belevetítést érdi, mert készültünk egy jó pár verfotót is fogtok látni, meg ugye magáról a fotó alanyainkról is a szép képeket, és akkor én leszek a nyitókép, és majd mindjárt meglátjátok miért. Ez smink nélkül, én bevállalom, 42 leszek mindjárt a hóvégén. Hát ilyen, amikor Dóri ugye dolgozik rajtunk, tehát én ezért mondom, hogy igenis fontos a smink, na, de hogy a smink mellett miért fontos a ruha, és milyen problémákkal szembesülök. Ezt nem csak a fotózásainkon, hanem a vevőimnél is megtapasztalom, sőt, mivel a online vásárlóimmal is mondhatni már szinte hát idézőjelben mondom, személyes a kapcsolatom, mert nagyon sokan írnak és velük is beszélgetek. El tudom mondani az általános tapasztalatot, és szerintem ti is így fogjátok gondolni, hogy nem vagyunk megelégedve magunkkal, 99%-unk sokkal-sokkal csúnyábbnak, kövérebbnek, ezt most sorolhatom, látja magát, mint ami a való. És mi ezt is szeretnénk megmutatni, hogy ahogy te látod magad egy tükörben, az enyémben ember az enyém nagyon jó lakásbutikban, azt szeretik a hölgyet, de most tényleg a viccet félretéve, hogy mi látjuk magunkat a tükörben, főleg szerintem a 40. életév után, felkelés után, az nem a valóság, hanem sokkal meggyötörtebbnek nézünk ki egyébként. És én ezt emellett teszem le a voksom, hogy ezért számít az, hogy megfelelő ruhát vegyünk fel, mind színben, mind fazonban. És erre kiemelten figyelek a fotózáskor, és nem csak az van, hogy ráakatom a fotóalajra a ruhákat, hanem azért a kedves határozottságommal meggyőzöm, mondjuk így, szoktak rám hallgatni mindenki egyébként, hogy miért próbálj fel olyan ruhát színben, amit még eddig nem vettél fel, vagy fazonban, amit még eddig nem hordtál, vagy miért kombináld össze azt a két ruhadarabot, ami látszólag nem illik össze, és ezekből teljesen jó összetek szoktak születni. Itt ugye a fotókon a ruháimban látjátok a hölgyeket. És amit még mindig elmondok a fotózás elején, hogy ne úgy képzeljék, akik hozzánk eljönnek átváltozni, hogy a csodaszép smink után felveszed a ruhát, és akkor mint iskolában emlékeztek, vigyázállás, osztálykép, és itt telibe van fotózó, hanem mindig egy-egy részlet van kiemelve a ruhákból. Tehát, hogy ha egy picit nagyobb a ruha, vagy picit nem tudom, szűkebb, és nem tudja összevonni, hogy volt már ilyen is, akkor úgy látszódik a fotón, tehát, hogy ezt engedjük el, a fénykép attól tuti lesz, és jó lesz. Ha meg vannak bevállalós hölgyek, mint itt a képeken, akkor velük azért lehet művészkedni. Ami még fontos, a átváltoztatunk fotózásokról elmondanom, hogy nekem a webshopos képeimet Ildi csak a mi kertünkben, hogyha már láttátok a esetleg benne vagytok a csoporton, vagy követtek más platformokon, vagy szörföztetek már a webshopon, akkor minden fotó a mi kertünkben készül,
műterem nélkül, télen, nyáron, hóban, farmon, szó szerint valósítjuk meg a fotókat, és itt a szolnoki átváltoztatókat is, mindent, ami kis kertünkben készül, a kis az idézőjel, mert 1200 négyzetméter, ezek is, és megvannak már az Ildi által kis belakott zegzugok, ami nyáron gyönyörű, meg tavasszal, hát ilyenkor télen meg, ami van, abból dolgozunk, de szerintem teljesen jó fotók szoktak sikerülni ilyenkor is. Az átváltoztatunk fotózásokat igazából áprilistól szoktuk tervezni, mert ugye nálunk azért az időjárás számít, mert ugye itt is látszódik, hogy itt fektetjük a hölgyeket, meg azért jó, ha van zöld növény a fákon. Úgyhogy ekkortól szoktuk ezen, és hogyha jó idő függvényében, szerintem most tavaly október végén is tudtunk még, mert gyönyörű ősz volt, meg jaj, meg még decemberben is volt, ja tényleg. Úgyhogy az időjárás az ennyiben számít, hogy a hátteret ő adja. Én a ruhákkal mindig látjátok, hogy csak színes ruhákat használok, ez a betegségem nem tehetek róla. Lehet nála persze a lakásbutikba fekete ruhát kapni, meg fehéret, de próbálok mindig a színek irányába elmenni, mert az a tapasztalatom, hogy mindenki a tupit veszi fel, fekete, barna, szürke. Aztán ez nyáron lehet kibővül még egy-két árnyalattal, de nem merünk színeket hordani. Hát nem úgy, aki nálam vásárol, mert azt elrontom, és utána felmeri majd meg a színeket. Ezt a szó jó értelmében mondom, az elrontom. És adom tovább Ildinek, hogy mint fotós, ő milyen tapasztalatokat lát, hogy milyen konzekvenciát tud már levonni ebből az elmúlt két évből, amióta ezeket a fotózásokat csináljuk. Győzzük meg arról, hogy nők, hogy szépen, hogy működik még a belső kisugárzás, és megint csak ez a derűféle dolog, ami mondjuk én nekem személy szerint világéletemben problémám volt, és előjön az, hogy nagyon sokan problémásan érkeznek a fotózásokra, akár hozzám családilag, és jön az anyuka, és én most nem sminkeltem, állj, most 10 kilót fogyni akarok, hát én most mit tudom, én pont egy rosszabb periódusban vagyok, nincs ebbe, és soha nem szabad alapozni. Nem, el kell engedni, hogy rossz periódus, el kell engedni, hogy hurka, el kell engedni. Nekem ugye megamát a öröklöttel, van két gyerek focista lábam, és mindig azt szoktam vigasztalni magam, hogy van lábam. Tehát, hogy így igazából ez a fontos, vagy olyan, amilyen, oké, de legalább vissza előre, hátra, jobbra, balra. Tehát ezt próbáljuk a nőknél elérni, hogy egy picit engedjétek el, és példákkal, itt már verdeget látunk egyébként, de majd kezdődik előről, példákkal is meggyőzően, mondani valóval, gondolat átvitele meggyőzően, afelé törekedni, hogy vállalják mondjuk adottan a nőiességüket. Ha esetleg 15-20 kilóval többet is, ha éppen ők azt gondolják, hogy hát nem jó most a hajam, de az tökéletes, az rendben van, jöjjön, bízom bennünk, és a sminkkel, az öltözési tanácsadással, és az egészből születő hölgynek a fénykép galériájában arra törekszünk, hogy tovább is éljük ezt a gondolatot vele. Tehát nagyon fontos, hogy nem csak adott napra, adott pillanatra szeretnénk megteremteni, átváltoztatni egy anyukát, aki utána hazamegy, lemossa a sminket, felakasztja a ruhát, és akkor éli tovább a hétköznapjait, hanem próbáljuk őt lélekben és önbizalommal is meggyőzni arról, hogy lehet ezt tovább vinni a hétköznapokba, és akkor azzal a bizonyos belső derűvel összhangba hozva sokkal működőképesebb lesz. És ezek a visszajelzések egyébként, hogy megköszönik, hogy hálások, hogy tovább ajánlják, hogy fölhívják az ismeretségi kör figyelmét, és ilyen szájról szájra terjedve gyakorlatilag működnek alkalomra, és lehet látni, hogy nem csak szólnak,
Budapesten, hogy nem csak kültéren, hanem beltéren, vagy éppen nem csak beltéren, hanem kültéren is, tehát nincs akadály gyakorlatilag, ami nekünk elegendő lenne ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy ja, hát jó, akkor téged tényleg elegendünk, és várunk egy évből a szeretettel, nem, ezt próbáljuk kiaknázni mindig, mindenféle lehetőséggel. És hát igyekszünk mobilak lenni, mondjuk Nellyvel szoktunk a webshop fotózáson kapcsán különböző helyszínekre elutazni, különböző kis szösszeneteket belevinni még pluszként, ezzel próbálva látadni azt, hogy a mobilitásunk, meg az egésznek a határtalansága és a részünkről működik. Amiben én szoktam tudni a hölgyeknek segíteni a női esélyük kifejezésében, vagy egy kicsit jobban kifejtésében, az nyilván a smink. Nekem nem, nincs más eszközöm, hiszen a fotóban ülni, az öltözködésben én is nagy segítségét kérem, nekem nyilván ez az eszközöm. És mindig elmondtam a hölgyeknek, hogy nem kell itt egy nagy gála sminkre gondolni, nem kell nekik megtanulni minden technikát, hiszen erre vannak a szakemberek, csak szeretném, hogyha jól éreznék magukat minden egyes reggel, mert hogy nem mindig kerül fel jól reggel, de hogyha belenézünk a tükörbe, felfrissítjük az arcunkat és egy kis minket feldobunk, lehet, hogy neki pont annyi elég, hogy most kiemeltem a szépségemet, mert hogy pontosan ez a lényege például egy szépítős minknek. Hogy csak éppen kiemeljük a szemöldökünket, mert az ugye a kerete az arcunknak, és már mennyivel nyíltabb a tekintetem, és már elkezd egy kicsit jobban menni, ó, akkor eltudtam a karikáimat is. Mert erre is akkor tudok egy jó kis tippet, amit hallottam mondjuk nálunk a FMB-nél, mert hogy kérdeznek bátran, én meg nagyon-nagyon szívesen mondom, mit használjon, hogy használjon, milyen technikával. Szóval semmi nagy dologra nem kell számítani, meg gondolni. Illetve mindig a problémákat felsoroltam az előbb is a megoldások, azok meg ugyanilyen kis pörgősen tudnak jönni, hiszen az, hogy a férjünknek nem tetszik, vagy túl sok, túl kevés, kérdezzük meg, hogy miért nem tetszik. Én az esetek nagy-nagy többségében arra szoktam rájönni, hogy tulajdonképpen csak furcsa a férfiaknak, hiszen hogyha nem sminkelünk, akkor furcsa, hogy valami azért ott van az arcodon, és sokkal erősebb a szemed, a szemöldököd, úgy nézel ki, mint egy boszorkány, mert most nagyon ki van emelve, szóval ilyenek azért mindig vannak. Én azt gondolom, hogy ha neked tetszik, mint nő, te szereted, te elkezdtél ezen a vonalon menni, akkor a férjed is meg fogja szokni, hiszen ugye ez egy belső önbizalmat elkezdve választani, amit viszont ugye a férfiak is észre fognak venni. Az időt azt mindannyian tudjuk, meg arról most pár szóban beszéltem, és ez, hogyha valakit érdekel, nyilván a gyakorlatban majd egy gyorsan lesz reggelente, és tényleg nem kell a sminkekről beszélünk. A termékek szintén megoldás lehet az, hogyha csak megkérdezik nálunk, a hölgyek megkérdezik, mihez mindig a Dóri, mit ajánlanál. Én meg csak annyit mondok, hogy 5 terméket legyen, én el is mondom, mi az az 5 termék, és ezzel ugyanolyan szépen meg fogod tudni csinálni, mint ahogy most megcsináltuk neked. Viszi tovább ugyanúgy az életbe, ugyanúgy a bőrápolás nyilván nem, mint kozmetikus mondom, hanem csak az alapokat, és hogyha már ezt is beülteti a kis hétköznapjaiba, azzal is minden pici lépéssel önbizalmat látunk, és azért vannak visszatérő vendégeink, akik már a sokadik fotózáson vannak, workshopjaink is vannak, a workshopra is jönnek, mert még jobban bele szeretnének látni, és azok a csillogó szemek, amikor jönnek, hogy ezt elültették magukba, és nem csak arra a szombati délutánra, meg elment akkor utána még egy vacsorára a férjével, és akkor addig adtuk meg az önbizalmat neki, hanem ő ezt elkezdte használni, és csillog a szeme, és jön, és meséli, és látom, hogy milyen szürke, fekete, beugózó testtartással olyan ruhákba jön, és ez csak megjelenik tűzszoknyával, a következő alkalommal meg egy erősebb rúzsal, és teljesen más az önbizalma. És akkor azért azt gondolom, hogy elégedettek szoktunk lenni, és nagyon jó érzés. És még a ruhához szeretnék annyit elmondani, hogy nekem is már is segített, voltam nála egy színkel,
sőt elmondtam, hogy milyen típus vagyok, milyen ruhákat, milyen árnyalatokat, milyen hideg színeket hagyjak. Nagyságrendileg azért úgy is nézett ki a ruhatáron, de hát én is, mint mindenki, meg minden fiatal, amit látok az utcán, ez most vásárolhatik, nagyon jó lesz nekem, belenéztem a tükörbe, hogy elég sápat vagyok, de mindegy, gyorsan feldobom a sminket. Sajnos nem sápat voltam, hanem nem az én színem, és nekem is erre rá kellett jönni, nagyon szépen felvezett nálam is elni. De a megoldásait azért nem én fogom most elmondani, ez csak az én példám, úgyhogy át is adom. Igen, és akkor Dórit mondtam, hogy a színkendőzés, a színtanácsadás miért fontos. Hát ugye én mondtam, hogy én akkor elvégeztem, hazamentem, a mentőtanfolyamon folyamon megtudtam, hogy a színtípusom, élégtél vagyok. Egyébként, ha valaki tudja a színtípusát és látja a posztokat, akkor ami rajtam van, az mind jó, mert most már csak színhelyes ruhát hordok, és erre kiemelten figyelem. A színhelyes azt jelenti, hogy csak az én színeimet hordom, mind a fotókon, mind az életben is. És akkor egy kicsit erről, hogy akkor megtudtam, hogy én élénkél színtípus vagyok, hazamentem, kinyitottam a gardrób, bocsánat, a függönyt, elhúztam, meg nekünk függöny van a gardróba, tehát hogy elhúztam a függönyt és szétnéztem a gardróbomba, ki kellett hajítanom a ruhák 90%-át, amiket egyébként nem is hordtam, és hogy miért fontos ez, amit én képviselek, hogy színtípusod szerint öltöz, mert akkor minden passzolni fog mindenhez, nem lesz olyan, hogy lóg a szekrényedben a ruha, ami én is tipikus ez voltam, mint Dóri, hogy meg tetszett valaki, megvettem, tök jó, pont a mustársága volt nekem is az egyik kedvencem, hát most már nem. És amióta a megfelelő színeket hordom, és adom a hölgyekre is, akkor ők is tudják már, hogy minden passzolni fog mindenhez, és bármit előhúzol télen, nyáron, az mindig jó lesz. Na de hogy kicsit vissza az öltözködésre, hogy ez nekem ez miért ennyire a szívügyem, meg egyáltalán ez az egész, hogy nőiesek legyünk. Hát egyrészt azért, mert én abban a szerencsés helyzetben nőttem fel, hogy nekem a nagymamám is, tehát az apai nagymamám, illetve az anyukám totál nő volt. Nagymamám, hát ő már nem ér szegény, piros rúzs nélkül nem ment el a boltba, és mindig kérdeztem tőle, hogy mama, de hát minek a piros rúzs? És mindig mondta, eljön az az idő, amikor te sem mész kismink nélkül az utcára. Hát tényleg eljött. Úgyhogy köszönöm, mama, piros rúzs nekem is a kedvencem. Szóval, hogy én ebben nőttem bele ebbe a nőiességbe, ebbe a nőies vonalba, és én mindig is ilyen voltam. 10 évesen is a barátnőimnek segítettem, hogy öltözünk fel egy buliba, sőt, még ki is minkeltem őket, de aztán úgy ezt a részét átadtam inkább a profiknak. De tényleg nekem is benne volt a kreatív énem örökké. Hát aztán ugye az én generációm volt az a generáció, hogy tanuljunk diplomon, mert az kell, köszi anya. Persze adott pluszt az életemben, mert nyilván egy csomó pluszt használok azért a mostani munkámba, de én nekem igazából ez az életem, hogy a nőknek önbecsülést adjak, nem csak önbizalmat, mert az önbecsülés nagyon fontos szerintem a mai világban, nőknek nekünk, nagyon sok dolog van rajtunk, ez tényleg így van, nekem 3 gyerekem van, én tudom. Ma reggel konkrétan ültem maszkban, mármint kozmetikai maszk feltéve, hogy az arcom valahogy jól nézzen ki, mert tegnap dorvézoltunk, és 40 fölött már muszáj szépülni. Közben töltöttem a webshopra a ruhákat, közben a gyerekeket reggeliztettem, de akkor is egy tök jó ilyen kaftán volt rajtam, szóval akkor is nő vagyok, basszus, mert a férjem így lát, hogy mondjuk az arcom el van maszkírozva, attól még a ruha jól legyen rajtam, meg én is szépüljek. Szóval ebből csak ezt akartam kihozni, hogy magunknak kell jól kinézni, és magunknak kell megteremtenünk azt a sugárzó harmóniát, amit egyébként szerintem a fotók visszaadnak, és ha ez segít abban neked, vagy nektek, hogy a fotózás mondjuk, hogy elinduljon ez bennetek, ez az igény, hogy ezt az önbecsülést megkapjátok, akkor én azt mondom, hogy már megérte. Én ezért nagyon szeretem, és nekem szívügyem ez, hogy a hölgyeknek ezt megadjuk, megtapasztalják. Mert igenis jó, és 3 gyerek mellett is lehet, én már csak tudom, és nem is nagyobb, hanem még kicsi, úgyhogy adom is tovább a szót Ildinek. Pedig ott folytatom, ahol Neri abba hagyta gyakorlatilag, ugye én, mint fotós, leginkább a kamera mögé abszolút elbújva szoktam ezeket az eseményeket, meg az átváltoztató fotózásokat is megélni. És ugye a képeimben próbálom mutatni azt, amit az adott hölgyből, aki hozzám kerül, látok, és ugye próbálom a legjobbat kihozni belőle. És nagyon fontos szerintem, hogy mindazok után, hogy egy pici belső önbizalomépítés történt, kapott egy gyönyörű szép sminket, kapott nagyon-nagyon sok jó tanácsot arra vonatkozva, hogy mely színek, mely típus,
és mely stílus áll neki jól, meg egy pici bátorságot ahhoz, hogy merjen öltözni, és merjen anyagokat, színeket, fazonokat használni. Még mindig benne van a pakliba az, hogy hazamegy, és egy picit visszabb élen a hétköznap popba. Viszont én azt gondolom, hogy ha van egy lenyomata egy profi sorozat keretein belül, vagy egy profi sorozat képében, amit utána ugye a mai világban, ahol a világháló, meg a social media gyakorlatilag nem enged pihenni bennünket, még közöli is, és ott a közértétel során kapja rengeteg pozitív visszajelzést, visszacsatolást, ami még pluszban, még sokkal azután is építi majd őt, hogy nálunk jár, akkor van igazán bezárulva a kör, és azzal zárulva igazán a kör. Tehát én azt gondolom, hogy én fotósként ugye azt az egy dolgot tudom a maximálisan átadni a hölgyeknek, ami az én tudásom, hogy mindenféle beállításban, mindenféle kompozícióban tudom olyan fotókat készíteni, amiket mondjuk otthon önállóan a telefonnal, még akkor is egy szép sminket, nem biztos, hogy elkészítés, és nem biztos, hogy olyan nagyon szívesen mutatja, vagy teszi közé. És ebből egy picit visszaugorva még az előző témakörre, és kihangsúlyozva az igazán a színeknek, a színhelyességnek a fontosságát, mondom, én is a saját példámról azt, hogy nagyon-nagyon elöltöztem színhelyesen, amivel elég meg nem ismertem. És szintén az Ildikó az előző előadó volt az, aki így fölhozta azt, hogy hát igen, vannak napok, amikor semmi sem sikerül. És én akkor odasúgtam a Neri fülében, hogy azokban a napokon rossz ruhát viselni. Tehát én nekem meggyőződésem, saját magam példáit így visszaemlékezve, hogy én nekem az egész napomat tönkre tudta vágni azt, hogyha a tükörből nem azt nézett vissza, aki jól érezte magát a bőrébe. És most utólag látom, hogy nyilván nem 1000%-ban, de mondjuk 999%-ban nekem benne volt az, hogy biztos, hogy nem jól ruhát viseltem. Az már tönkre vágta, igen, sárkodnak láttam magam, igen, valahogy torzultam, valahogy nem az voltam, és már úgy indítottam a napomat, hogy mondjuk most valami nem stimmel, valami nem az vagyok, aki lenni szeretnék, és ugye, hogyha belül a lélek így igazából sok-sok kérdéssel küzd, akkor az egész napra kivetül ez a történet. Tehát ugye az alfája az egésznek, én azt gondolom, a helyes út megtalálása, amiben elég óriási segítség tud lenni, és az omegája az, amit én képviselem, és akkor a kettő között viszont egyénként, személyenként óriási perspektívák, meg óriási ilyen lehetőségek rejlenek. Dóri? Még egy picit kiegészítésként, főleg Ildinek a szakterületét pontolgatva, ugye ahogy Melli el is mondta, vannak ugye a kertjében történő fotózások, viszont ezen kívül nyilván a téli idegekben a stúdiófotózások, de ezeken kívül szoktunk kérdéseket kapni, például azzal kapcsolatban, hogy nem csak a hölgy, nem csak egyedül szeretne a fotó megjelenni, hanem a párjával, kiskutyájával, gyermekével, hogy erre van a lehetőség. És természetesen nagyon szoktuk neki örülni, mert miért ne lehetne lehetőség, attól még az anya, meg a feleség, ugyanúgy kibontakozik a kezeink közül, de természetesen, hogyha bármilyen különleges kérésének igénye van, ugyanúgy nyugodtan behozhatja a kis birodalmunkat, mert ugyanúgy örülünk neki, szoktak lenni extrémebb kérések, mint egy fehér nemus fotózás. Erről azért visszaadom majd egy percre a szót, hogy tudod lelazítani a helyetek, mert azért valljuk be, hogy nyilván ez egy kicsit komfortzónán kívüli eső dolog, nem mindenkinek, nem nagyon sok mindenkinek, viszont azért van a kérés. Jönnek ezek az extrémebb kérések, akkor jönni az. Igen, ezek az anyukák esetében inkább ilyen kombinált sorozat részek szoktak lenni, hogy jó rendben, igen, a ruhák ugye kipillentik már eleve a komfortzónából őket, de hát akkor ha már ott van, és úgyis a férjemnek meglepetésszerűen egy pár fehér nemus képe. Hát ez se egyszerű egyébként, én a saját helyzetemben, ha belegondolok, én ugyanis van két gyermekem, hát nyilván én sem feltétlen tudnék kirobbanó lelkesedéssel és hatalmas nagy tapasztalattal és ilyen jellegű múlttal fehér neműbe pózolni, de nyilván megoldható, nyilván van. Hát eleve kell szerintem ott indítani újra a lazításnak a globális összességét, hogy már mire hozzám kerülnek a hölgyek, addigra már egy órája gyakorlatilag a lefem
terhei belül vannak, és a Gyálinak a személyisége, meg a stílusa, az már eleve szerintem ad egy olyan löketet, egy olyan hangulatot, alaphangulatot a készülődésnek is, ami a lazításról szól. Ugye Dóritól a folyamatos szépülés, ahogy kerülnek föl a rétegek, a smink, és egy új arc néz vissza, gyakorlatilag fél órán belül a tükörből már adja. Úgyhogy nekem kvázi annyira nehéz dolgom már nem feltétlenül szokott lenni. Én igazából azzal tudok segíteni, hogy pózoltatom, hogy helyeztetem, hogy különböző szögekből tényleg fotózom a lányokat. És hát a poén, a vicc, a humor az, ami a legtöbbet szokott ebben az esetben is segíteni. Illetve a másik véglet a személyes meggyőződés. De hát én nem szoktam hazamenni úgy az LCD-vel együtt, meg a kártyával együtt a képeket, hogy megmutatom a helyszínen, főleg ha valaki szeretné látni, ott adottam nyersen az LCD-t, gyere nézd meg, milyenre gondoltál, milyennek látod magad, működik ez, próbálj meg egy picit még többet kihozni belőle. Úgyhogy előszeretettel részei egyébként a képeknek. Egy-két fotó elején ugyan, de a fehér neműs fotó, mint ahogy igen Dóri mondta, a páros fotók, sőt legutóbb, és aztán az egyik képsőre mondta a kis videónknak, vagy a vetítésnek, a csapat, a barátnői kör, a kollektíva, generációk sora érkezett már, tehát egy fotózáson belül a nagymamát elhozták, ott ugye maga az anyuka és a két növekvő, lassan felnőtt korú lányát, és közös képek, de külön-külön mindenkinek a saját kis korosztályán belül, úgyhogy mindenféle lehetőség adott igazából, és mi eddig még azt mondom, hogy mindenféle lehetőséggel úgy birkoztunk meg, hogy a végén nem volt rossz száj, és sőt, kimondottan hálásak voltak a hölgyek, amiért pedig mi vagyunk hálásak. Én még ez annyit tennék hozzá, hogy a fotósnak, hogy a sok probléma abból fakad, akkor jön hozzánk egy hölgy, és azt mondja, hogy róla úgyse tudtunk jó képet csinálni. Ó, de hogy nem tudunk, ilyenkor azért előkerül a házi pálinka, a peskő, egy pohár peskő, vagy bor, sok képen rajta van, kell a lazuláshoz egyébként, de a viccet félretéve mindenkiről lehet jó képet csinálni. Én ott vagyok, legtöbbször tartom a derítőt, ha kell segítség Ildinek, és én nagyon szeretek röhögtetni, és meg tudok mindenkit mosolyogtatni, úgyhogy ezzel se szokott probléma lenni, de nem tényleg így van, mindenkiről lehet jó képet csinálni. Úgyhogy aki nem szereti, hogyha fotózzák, meg soha nem fotózzák, max az esküvő, stb., az is el tudod lazulni, és olyan gyönyörű képeket lehet róla készíteni. És még én annyit tennék így hozzá, hogy amikor ott vagyunk nálunk a nők és öltözünk a fotózásra, akkor olyan jó hangulat szokott lenni, hogy ilyen energia áramlások vannak, én ezekben úgy is hiszek a csoport energiákba, még pici mikrocsoportok energiájába is, hogy én ezeket nagyon szeretem, mert ez iszonyat feltölt, és szerintem ez nagyon fontos az elmúlt években, meg főleg. Úgyhogy én ezért is nagyon szeretem, hogy nekem ez nagyon ilyen feltölt pozitív energiával, de még engem minden feltölt, ami a munkámmal, meg szakmámmal kapcsolatos, mert imádom minden egyes másodpercét, tized másodpercét. És másik kérdés azt szokott lenni, de hát úgy van akkor, hogyha nem szimpatikus valaki, aki jön már, mint nekem, hiszen a házamban jöttem be, kvázi otthon a lakásbutik, és mondhatom, hogy hát idén lesz augusztusban 4 éve, hogy csinálom, és soha nem volt senki, és én elég egyenes ember vagyok, aki azt éreztem volna, hogy fú, menj innen. Tehát inkább azt mondom, hogy mivel én ilyen lelkületű vagyok, a hasonló lelkületűeket vonzom be a munkámban is, a stábban is, mindenben. Tehát én ebben amúgy is hiszek, hogy amilyen ember vagy, olyan tükröt kapsz vissza a világtól. Szóval nagyon örülök, hogy együtt dolgozhatok a két lányjal, és akkor még adom Dórinak a szót, szeretném még a sminkkel kapcsolatban. Hát ha kifejezetten a sminkkel kapcsolatban most nem is, de nagyon kíváncsi lennék, hogy bennetek például mi szokott, akkor kezdjük a smink részéről, hogy mi az, ami esetleg gát szokott lenni, vagy kérdés, ami mondjuk nem akár a szépségipar, nem csak a smink, az öltözködés, akkor nem kell feltétlenül sminkre beledukálni, de hogy szokott-e ilyen kérdés bennetek felmerülni, hogy ez most sok, nem sok, miért nem tetszik, nem tetszik, jó ilyesség, nem jó ilyesség, tehát hogy ez szokott mondjuk a probléma lenni, úgy alapvetően, ha el vagytok bizonytalanodva, vagy valami egészen más ilyenkor a háttere. Ez mindig érdekel, amikor beszélgetek a hölgyekkel is, akiket éppen sminkelek, hogy mi lehet például.
Nekem az lenne a kérdésem, ez szokott így bennem újra meg újra felmerülni, amikor így eljátszok a gondolattal, hogy sminkeljek. Én is most már 40 leszek, és azért hát lehet nagy változásokat elérni a sminkkel, viszont a kérdés bennem az, hogyha néha sminkelek, akkor mi van akkor, hogyha nem sminkelek, hogy tehát nem szeretnék nagy kontrasztot így akár otthon, ugye melegítőben elengedni magam, mert nagyon szeretek természetes lenni, viszont nem szeretnék egy másik ember lenni csak a smink által, tehát hogy valahol a kettő között, na erre... Na, mielőtt Dóri válaszol, egy gyors válasz neked, nekem is vannak ilyen napja, amikor nem sminkelek, legyen egy jó napszemüvegetek, nekem ez a tippem. Tehát én, ha engem látok, viszem a gyereket reggel a óvisúlyba, akkor azért vagyok napszemüvegben legtöbbször. Tényleg így van, de akkor most a vicc vagy, de amúgy nem. Ez a stílus tanács van. Igen, szokott ez is felmerülni, viszont én arra jöttem rá, hogy ez is azért szokott felmerülni, mert hogy túlgondolja esetleg a hölgy, hogy akkor a hétköznapokon nagyon-nagyon mindent fel kellene rakni, és a otthon már akkor nincs rajtam semmi, pici a szemem, nem azt látom, amit a tükörbe, én sem azt látom a hétvégén, amit ilyenkor hétköznap vagy kisminkelve látok a tükörbe, viszont erre mindig azt szokott lenni a válaszom és a tanácsom, hogy elfogadjátok, hogy nem kell sok, nem kell egy pici BB krém, vagy egy pici kis pirosító az arcra, egy szempillaspirál, és nem tudom, szemöldök ki, hogy áll bele, tetoválás, nem tetoválás, csúszorizával, stb. És ez a pici pár termék nem is lesz olyan nagy kontraszt, nem is lesz nagy kontraszt a hétköznapok és a hétvégék, vagy a sminkmentes napok között, mert minden kell túlzásba esni, igen sokan ezt hiszik, hogy akkor a sminket túlzásban keresni. De alapvetően is, ugye ezt azért kezdték el nagyon-nagyon régen használni a nők, hogy a nőiességet, a szépséget egy kicsit kiemeljék. Tehát ennek ugye nem volt mindig ez a nagyon maszk hatása, vagy nem akarták ezt mindig elérni, csak a szépséget. Volt idő, amikor ugye csak a csontokat emelték ki. Akkor például ugye használták a sminket, mert hogy valamit a szépségből ki szeretnének emelni. Hogyha csak a szempillaspirál a megoldás, hogy a szép szemedet kinyissa, nem lesz olyan nagyon nagy változás akkor, amikor pihenteted a bőrödet és a szemedet, és a gyerkőcökkel vagy otthon vagy, és akkor nyilván nem feltétlenül komfortos. Úgyhogy nekem mindig a kevés, és ez a szépségnek a kiemelése, mintsem, hogy ezt nagyon karakánon határozottan mi sminkelésnek nevezzük. Köszönöm. Ha esetleg öltözködés témában van valami kérdésed, akkor nagyon szívesen válaszolok bárkinek, bármiben. Nekem is van közben azért, amit gondolkoztok olyan napig, amikor nincs kedvem kitenni magamért, akkor télen azt szoktam, hogy még ilyen időben könnyebb napszemüveg, nekem ugye ez, meg egy jó tréninga, meg persze jó a színe, és akkor egyből feldobja a kedvem, és akkor alatt a tök mindegy, hogy ha nincs kedvem, akkor éppen mi. Jó, azért pizsiben nem megyek el, a gyereket nem viszem el a hobbiba, suliba, de azért úgy rendezett próbálni. Nyáron nehezebb, mert ugye akkor kivetkőzünk magunkból. Hát az a nehezebb pálya, de azt is meg lehet oldani. Ott is lehet egyébként szerintem ilyen kis praktikákkal. Egyébként valamiket rugákat, amit én szoktam hozni, vagy a színe nagyon ütős, meg ilyen élénk, vagy a fazonyában van valami pici csavar, tehát hogy így szoktam játszani a fazonokkal és színekkel, hogy inkább befelé megyek el, az egyik legyen különleges. Tehát, hogy télen például nálam lehetett korasz színű felsőt kapni, máshol mindenhol a megszokott színek a fekete, barna. Hát azért mondom, hogy próbáltam így színesíteni az emberek életét, szerintem sikerült. Úgyhogy nincs több kérdések, akkor adom tovább Ildinek. És az megadja az alaphangulatot. Közben én még nézem a fotókat, mert már nem tudok elszakadni, hogy a saját szakterületemtől. Tehát én képekben látok, én képekkel vizualizálok, és képekre emlékezem. Képek formájában emlékezem az életemre is, mert egyébként egy fotós látok. Gyakorlatilag nem a tényleges pillanatra, hanem a képek általi emlékekre szoktam
fókuszálni, viszont ami még egy picit akár humorként is betudható ezeken a fotózásokon, és ugye el szokta vágni azt a kis feszültséget, ami talán még valamilyen hozzám kerülnek a lányok, és azt mondják is, hogy a leglehetetlenebb helyeket, amit megint csak azt mondok, hogy nem biztos, hogy a telefonnal készült kis szelfikbe beleláttuk és belegondoltam, és tényleg árkon, bokron át, és fára mászva, és fára mászatva, és kapaszkodva, és a lehető legnagyobb ilyen autentikus, kámosz kellős közepére is simán befektetjük, beültetjük. Hát ehhez kell a pályukat, hát ahhoz, hogy ezt valaki tényleg bevállalja, ehhez kell a nevének a rugalmassága, ugye az általadott ruhákban is azt mondja, hogy egészen nyugodtan, mert hiszen minden megoldható utána. És valószínűleg ez egy picit a varázsát is az így született képeknek, hogy nem csak nőként komfortzónából, életvitelből zökkentjük ki, hanem egy picit lokálisan is az emberkéket, és ehhez kell mondanom, akkor el tudunk távolodni lakóhelytől, el tudunk akár szalonoktól is távolodni, de akár akkor egy sima, szimpla, egyszerű, megtűnő kertbe is ott van Narnia krónikája, a szekrény mögött bemegyünk, és akkor megtaláljuk azokat a sarkokat, amik be lehetünk a madársaját gyakorlatilag. Mi viszont bemegyünk és fotózunk. Úgyhogy komplex az egész, én azt gondolom, és reméljük, hogy ténylegesen az eredménye is maradandóan azokban nálunk voltak, akik már jártak nálunk. Én egyébként még rákontrázva arra, hogy igen, télen napszemüvegbe, és én például nem szállok ki a kocsiból, de nekem még ezeket komolyan karmikartásom kellett. Elhiszem ugyan a gyerekeket iskolába, de megvárom, hogy így önállóan elinduljanak a súly felé. Meggyőződök, hogy jó, oké, jó irányba mentek, bementek a kapun, de akkor én is még a napellenzőt szerettem lehúzni. Tehát ezek a nagyon nulla, két induló napok, de ezek csak így indulnak, és akkor utána ki hogy tudja a korai kerést kompenzálni, meg úgy igazából utolérni magát, de egyébként visszatérve a kérdésedre, mondjuk én, aki úgy érkeztem Szolnokra, hogy brutál alternatív zene rajongó voltam, és farmerem és fekete trikón, meg egy tornacipő kívül, igazából sok minden, a szürke szél az visszaköszönt a szekrényembe, a 50 ár alatt az kevés ahhoz képest, ami nekem volt szürkéből otthon, és akkor így találkoztam a Nellyvel, és igazából nem az volt az eredete az én nőiesedésemnek, hogy ő elkezdett nyomulni, mert nem erőszak volt semmit nem, hanem az, hogy tényleg azt, hogy láttam, hogy pillantást nyerhettem egy olyan anyuka életében, akinek fontos, hogy otthon ne a szeszkösz melegítőjébe töltse ki a reggeli kávét, hanem már igenis a jól érezve saját magát a bőrébe, egy olyan öltözékbe, egy olyan outfitbe, ami azért a kényelmet szolgálja, meg az otthoni teendőket, egy olyan pici kis bőrápolással indítva a reggel, ami belefér az időbe, és ez olyan rakós volt számomra legalábbis, megkívántam, gyakorlatilag ez a szó a helyesége, és úgy lehet szépen építkezni, de a mai napig ugye ez az alternatív énem azért ott lakozik bennem, tehát nekem is, hogyha hétköznap is mind, egy szempillaspirál, egyébként a szem, nem véletlen mondják, ugye, hogy a szem a lélek tükre, meg minden a tükre gyakorlatilag, tehát én azt vettem észre saját magamon is, hogyha a tekintetem, a szemem hangsúlyozása által rendben van, akkor az elviszi igazából tükörképbe is, meg a külvilág számára is az egészet, mert ugye ott kontaktálunk, ott beszélgetünk, ott találkozik a másiknak a tekintetével, ami tekintetünk. Tehát, hogyha csak egy minimális idő vagy egy minimális igény van arra, hogy akkor mi kucba vágjuk magunkat reggel, akkor a színhelyes öltözék, egy picit több a szürke ötven árnyalatánál, és a szemnek a hangsúlyozása is kevesebb, de mégis tettünk azért, hogy ez a napunk az kicsit kibillenjen mondjuk az előző napból. Jó, hát szerintem mi nagyon szépen köszönjük a figyelmünk, hogy eljöttetek, mert hallgattatok minket. Úgyhogy elindítottunk bennetek valamit, hogy szeretnétek velünk találkozni, akár fotózás, akár külön-külön smink, vagy együtt a La Femme, a nő átalakítunk csapatában, akkor keresetek minket bátran. Itt is még a könyvtárban, meg utána is el tudtok minket érni. Van Facebook oldalunk. Úgy találtok meg, hogy mondom, mert ugye a La Femme, hogy azt lebetűzöm, tehát La Femme, két M-mel, egy ilyen perjel, a nő, de ha már beírjátok, akkor hozni fogja. És akkor azon keresztül megtaláltok, hogy külön-külön is meg tudtok minket keresni. Nekem az oldalam a Stella Etko gardróbja.
így vagyok bent, ott ha írtok, akkor megkapom az üzeneteket. Meg a privátban is írhatok persze. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok.